te mit csináltál, amíg én kint voltam a szabadban? Amíg te játszottál a téren, én a billentyűket gyúrtam egy zongorán. Táncoltam a kötélen, majdnem leestem. És a nézőtéren is csináltál valamit? Nézőtéren rajtam nevettem. Körülbelül mennyi idős lehettél, amikor jelentkezett nálad ez a még függőség? 15 sem voltam, és megörültem már a dobokért. Igen, ez alatt én beteg voltam, meg elvégeztem az egyetemet. Átestél egy kanyarón és egy diplomán, illemórán és tánciskolán. És akkor ugye eljött az első fellépés. És egyszer felgörült a függöny. Kiküldtek a nézőtére. Szemben ült a tisztelt publikum. Miket játszottatok el? Eljátszottunk mindent, amit addig tanultunk. És mi az, amit nem játszottatok el? Kivéve mit akkor sem tudtunk. Úgy tudom, Csehszlovákiában jó sokan voltak a koncerten. Prágában, a Csilláron is lógtak. Autogram? És autogramhoz egy rúzs volt a toll. Mennyien lehettek? 200 000 ember, vagy egy meghitt klub. Nem zavart. Mindegy, hogyha szól a rock and roll, rabba-da-bu-bambi-rabba-da-bu. Lengyelországban eltűnt. A Varsóban elveszett a Somló. Kerestétek? Zárva volt az információ. Kulinális élvezetek? Lokomotív tortát küldött egy híres szakács. Chicagóban történt van? És Chicagóban szólt a rádió. Az Egyesült Királyságban, mikor jártatok, milyen volt a catering? Londonban szótárt reggeliztünk, de jobban esett volna egy fasírt. Úgy tudom, hogy karácsony James valami különlegességet rendelt? Indián egy medvetalpat rendelt áfonyába. Meg hogy a Laux tiszteletben. Hosi tegezett egy bölcsfokit. Szeretsz repülni? Roppantó gyűlölök repülni. Én kimondottan tudom élvezni. Kicsit ellent mond egymásnak. És tulajdonképpen, hogy határoznád meg, hogy hol zajlik az életed? Szebbnél rosszabb szállodákban töltő életem. Hogyha a gondolataidról kérdeznek? Telefonkönyvet már a fejem. San Franciscóban? Ültünk a járdán, benzingőzben. És ott írtatok dalt? És Friscóról meg született egy dal. Éreztetek-e hiányt, mondjuk, szavakban? Egy-két elfelejtett szóban sosem volt hiány, és... Végül is eljött az álomarculány? Nem jött el az álomarculány. Én úgy tudom, hogy te igazából életedben egy nőért rajongtál. Én csak a kék asszonyt szerettem. És hogyan játszod az életedet? Kotta nélkül játszom az életet. Ez a különleges kezű ember, ez még megjelenik álmaidban? A tengelykezű félember, még mindig látom. Kértél-e olyat, hogy úgy relaxáljanak körül? Kértem már, hogy ringasd el magad. Úgy tudom, hogy Adam is Annának valami a kezén van valamilyen biológiai elváltozás. Anna doktor újja Morze. Tökéletes volt az ő írógépe? Írógépén nem volt Z betű. Mit csinál az erősítő, hogyha jön a somló? Az erősítő megremeg, ha Arthur közeleg. Csalemezjátszó? Barázdáról leugrik a tű. Mit hordtok? Hát hordjuk a bal cipőt, s a jobbat. Kezetek mit csinál? Kezünk írja és játssza a dalt. Én mondom a dallamát, te a szövegét. Én? De. Jó, tehát össze kell fogni, ugye? Úgy érzed? Tolni kell a banda szekerét. Ebben a hosszú kis történetben kik voltak jelen?
kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián. Mi bennük a közös? Minden hangot ismernek a zongorán. És ha valaki ezt alkalmattán nem feltétlenül hallja meg? És ha néha-néha ezt nem is hallod meg. Mégsem vagyunk elcserélt fejek. Jó, nagyon szépen köszönöm. Most háromig számolok, és akkor visszatérsz a relaxációba. Rendben? Egy, kettő, három. Amíg te játszottál a téren, én billentyűket gyúrtam egy zongorán. Táncoltam a kötélen, és majdnem leestem.